Jó estét kívánok, Isten hozta Önöket a Kes Alapítvány Úrhajózási Intézet 245. tudáskeresők műhelyének magyar nyelvű tolmácsolásán. Csütörtökön 2018. év október 11-én. Egy pillanat, közben itt megpróbáltam letölteni, és megpróbálom a letöltött példányt elindítani, nehogy a YouTube szaggasson, mert azt szokta csinálni. És ott körülbelül 16 perc után, bevezetők után kezdődik a lényeg. And 45th Knowledge Seekers Workshop for Thursday, October. To the 245th Knowledge Seekers Workshop for Thursday, October 11th, 2018. Rick Remond házigazda bevezetőjét halljuk. Isten hozta Önöket az október 11-i 2018-as év csütörtöki 245. tudáskeresők műhelyében. This is a presentation of the Keshe Foundation Spaceship Institute. Ez a Keshe Alapítvány Űrhajó Intézetnek a bemutatója. Public teaching in English. Angol nyelvű nyilvános oktatás. My name is Rick Krem, I'll be your host today. Az én nevem Rick Kremond, én leszek az Önök házigazdájáma. Hozzáteszem, mint ahogy már évek óta, Rick Kremond ezeknek az előadásoknak házigazdája. And once again, as usual, we have Mr. Mamrin Keshe of the Keshe Foundation. És ismét, mint mindig, itt van velünk a Keshe Alapítványtól Meranta Vekoli Keshe. Available for our teaching and other information that will be available today. Hogy átadja, hogy a mai oktatást, illetve az egyéb híreket, információkat. Mr. Keshe, are you ready to begin today's workshop? Keshe úr, készen áll arra, hogy elkezdje a mai műhelymunkát? Yes, good morning, good day to you. Igen, jó reggelt, jó napot, vagy jó estét Önöknek. As wherever and whenever you listen to this. Bárhol és bármilyen időben hallgatnák ezt. Knowledge Seekers Workshops. A tudáskeresők művegyét. As one of the Knowledge Seekers said, I use you to go to sleep when I listen to the workshops. Az egyik tudáskereső mondta, hogy amikor hallgatja ezeket a tudáskereső műhelyeket, akkor el szokott aludni. And I don't know how much I learn and how much I listen. És írta, nem tudom, mennyit tanulok, mennyit hallgatok belőle. But I know most of the time I go to sleep with you. De tudom azt, hogy legtöbbször elalszom közben Önnel. Tehát ez volt a tudáskeresőnek az üzenete. And I said, I hope it'll be a nice dream. És válaszoltam neki, mondja Meran Keshe, hogy remélem, hogy egy szép álma lesz. Dream of science is what man has had, and in so many ways. We go and we dreamt about peace, we dreamt about being able to travel in depth of the space. Másodperc, ez még egyszer. And to the workshops. And I don't know how much I learn and how much I listen, but I know most of the time I go to sleep with you. And I said, I hope it'll be a nice dream. Dream of science is what man has had, and in első szót nem értettem, tudományról van szó, ugye az ember, amivel az ember rendelkezett, vagy rendelkezik. Hoppa.
Elnézést. Rossz helyre kattintottam. Come when many of them being a shepherd, or surely not. Good day to you. And I said, I hope it will be a nice dream. Dream of science is what man has had. And in so many ways, we go and we dreamt about peace. We dreamt about being able to travel in depth of the space. Tehát három év tudásával rendelkezünk itt, és beszéltünk a békéről, tanultunk a űrutazásokról. Not only us, but our ancestors. És törekedtünk ezek iránt, és nem csak mi, hanem az elődeink is. Forefathers. Az őseink is. Took every step to understand how to travel the depth of the universe. Hogy megértsük minden lépést annak, hogy hogyan utazunk az űr mélyébe. Many of them being a shepherd or being a scientist. Sokan közülük lehetek akár egy pásztor, vagy egy tudós. Looked at the depth of the space, and with their own understanding and analogy, they explained it their way. És mindegyik másképpen, ahogy megértette az űrnek a mélyét, hát úgy magyarázta a saját módján, a saját megértése szerint. But in so many ways now we are mature enough. De sokféleképpen most már eléggé megérettünk ahhoz, that not only we can explain it to ourselves, we can. Hogy nem csak meg tudjuk magyarázni önmagunknak. Put the knowledge across and let others look this. Hanem továbbadhatjuk ezt a tudást. Side develop. Hogy mások is betekintsenek ebbe, hogy mellénk álljanak, hogy fejlesztenek. And in that process. És ebben a folyamatban. Become more and more competent. Egyre inkább és inkább versenyképessé váljanak. In trusting their own knowledge. És versenyképessé váljanak abba, hogy bízzanak a saját tudásukban. Their own thoughts. A saját gondolataikban. Think they can make something of it, and they can show it, and they can replicate some of the actions of it. Hogy gondolkodjanak róla, hogy fejlesztenek valamit, hogy mutassanak valamit, és hogy újraépítsék, vagy replikálják azt a részt, amit megértettek. I think one of the most important things for man. Úgy gondolom, hogy az ember számára az egyik legfontosabb dolog, which will change the course of humanity. Ami megváltoztatja majd az emberiségnek a sorsát vagy útját. Will come when man can transmute himself. Akkor fog eljönni ez az idő, amikor az ember képes lesz önmagának a transmutációjára. When man gains the knowledge. Amikor az ember megszerzi a tudást, that he gains trust, that hogy önbizalmat nyerjen, that he can not only move things, ahhoz, hogy nem csak a dolgokat tudja mozgatni, vagy egyik helyről a másikra szállítani. But he can move himself. Amikor saját magát is tudja elmozdítani, illetve szállítani egyik helyről a másikra. Without any what I call systems as we have. Minden úgynevezett jelenleg birtokunkban lévő rendszer nélkül. Mechanical system, electrical system. Mechanikus vagy elektromos rendszer nélkül. Systems, transportation or whatever. Szállítóeszköz vagy akármi nélkül. If you look at it, we've been transporting noises across the universe. Ha jobban megnézzünk, zajokat szállítunk az űrön keresztül. We make records, we have satellites.
felvételeket készítünk, műholdakkal rendelkezünk. Send music into space. Zenét küldünk a világűrbe. But if you think of it. De hogyha átgondoljuk. They're all made of magnetic fields. Mind ez mágneses mezőkből áll össze. All we need to do is to step up a little bit more. Amit tennünk kell, az összesen a dolog, amit tennünk kell, az, hogy előre lépjünk, hogy egy kicsit többet tegyünk. About the knowledge to be able to carry more. Mi több tudást szerezzünk, hogy képesek legyünk, hogy többet szállítsunk. Or develop systems which allows such a transportation of not just the noise level of magnetic fields to the. Hát, hogy képesek legyünk előutóbb, hogy olyan rendszereket fejleszünk, hogy ne csak ezeket a mágneses mező zajokat szállítsuk. The ear of the man. Ezeket a zajokat, amelyeket az ember füle meghal. To the strength of the soul atom. Hanem olyan mágneses mezőket is továbbítsunk, amelyek az ember lelkének a térerősségével rendelkeznek. That can carry them. Hogy képesek legyünk szállítani az ember lelkének erősségével rendelkező mágneses mezőket. Kerestem közben, hogy a transmutation, transmutáció szóra milyen megfelelőt javasol egyik másik szótár. Inkább csak ilyen körülírásokat találok, hogy átalakulás, átalakítás, átváltoztatás, de egy kicsit többet takar az eredeti szó, amit az alkímiában használtak valamikor. Tehát az embernek arra az átalakulására, átváltoztatására, transmutálásra irányul ez a szó. Mit jelent a transmutálás? Az, hogy áthelyezés inkább. Átváltás, áthelyezés. Last week I started something which will become the pivotal point of the travel. A múlt héten elkezdtem valamit, ami az utazásnak a sarkalatos pontja lesz. Tehát valamit, ami az utazás sarkalatos pontjává fog válni. Creation, development and communication of man in deep space. Tehát elkezdtem valamit a múlt héten, ami sarkalatos pontjává fog válni a szállításnak, a távközlésnek az ember számára a világűrben. In a way we had to show you how to make the craft and everything else. Egyféleképpen meg kellett mutassam önöknek, hogy hogyan készítsék el az űrhajót, meg minden egyebet. That now we could show how this craft can communicate, how you can travel. Hogy megmutassuk, hogy ez az űrhajó, megmutathassuk, hogy az űrhajó hogyan fog majd tudni kommunikálni, hogyan tud majd közlekedni. I opened a new line of thoughts, as I said. Egy új gondolat sort indítottam, mint mondtam. The knowledge of universe is absolutely limitless. A világ egyetemnek a tudása az abszolút határtalan. Any man claims that he knows all has come to understand knows nothing. Bármelyik az emberi fajból, aki úgy gondolja, hogy minden tud, valójában semmit se tud. Except the creator. Kivéve a teremtőt.
and those who are the messengers of the Creator. És azokat, akik a Teremtőnek a küldöttei. In so many ways, we carry the knowledge through our soul and not through the voice of physicality. Sokféleképpen mi a lelkünkben hordozzuk az üzenetet, és nem a testi megjelenésünk hangja által hozzuk azt. And we teach according to what we are. És azt szerint tanítunk, amik vagyunk. What we know. Amit tudunk. We are a teacher. Tanítók vagyunk. In the school we teach children. We are a teacher to our children. Ahogy iskolában ugye, gyermekek tanítói vagyunk. We teach them what we know. Azt tanítjuk ilyenkor nekik, amit mi magunk is tudunk. And if you are a teacher for a nation, we need know more to cover more up, we teach. És hogyha valaki egy nemzetnek a tanítja, akkor többet kell, hogy átvegyen, többet kell, hogy tudjon tanítani. In so many ways, a planet, a galaxy or a universe is all goes to the same level. Tehát sokféleképpen egy bolygó, egy naprendszer, egy galaxis hasonlóan működik. Understand. Megértésben. What's the point of maturity? Is the point of understanding? Is the student ready? Az érettségnek a pontja, az a megértésnek a pontja. Készen áll-e a diák, hogy befogadja ezt a tudást? To absorb all. Ezt mind magába fogadja. Or does the teacher understand the weakness and where there is a gap in the knowledge of a student? Vagy érti-e a tanító, hogy hol van egy hiány, egy űr a diákjának, a tanítványának a tudásába? Cannot complete his knowledge. Hogy ami akadályozná, hogy ne tudja beteljesíteni a tudását. In so many ways, I can teach you not only 245. Sokféleképpen taníthatom önöket nem csak 245 tanításon át. Knowledge Seekers Program. I can teach you 2450 Knowledge Seekers Program. Hanem akár 2450 tudáskeresők műhelyét keresztül is taníthatom önöket. Program. And there still be more knowledge to learn. És még mindig lenne több tudás, amit meg kellene tanulnunk. There is not a week that we don't put new knowledge on the table. Egy hét se telik el úgy, hogy ne tennénk az asztalra egy új tudást. Every week, in different shape and form, but bringing from different aspects. Tehát minden héten, mindenféle formában, alakban újat hozunk. Peter, the mosaic of the knowledge of the universe get filled up one day from the health, one day from energy. Hozunk a világegyetem tudásából egyik nap az egészségről, másik nap a technológiáról. One day from what we call materials. Egyik nap az anyagok tudományáról. One day from the soul of the man. Másik nap az ember lelkéről. And one day another and another. Egyik nap következik a másik után, tehát mindig más témákat tanítunk. The knowledge I carry carries the knowledge of the universe. A tudás, amit hordozok, az magával hozza a világegyetem tudását. But only can be shared when the student is ready to understand. De ezt a tudást csak akkor lehet megosztani, amikor a diák készen áll rá, hogy megértse ezt. We teach according to your understanding. Az önök megértésének megfelelően tanítunk. And we don't teach for all. We teach for very few that in the future becomes all. És nem tanítunk mindenki számára, hanem néhány hallgató számára tanítunk úgy, hogy ez a tudás a jövőben majd mindenki tudása legyen. Tehát olyan megértési szinten megy a tudás, hogy néhányan megérthessék, akik majd később képesek lesznek továbbadni a többieknek ezt a tudást. Átfogalmaztam egy kicsit, hogy világosabb legyen a gondolat. And in that process, which és ebben a folyamatban is some that even all and a few cannot understand, but in time when it comes, they see the key to the next step.
és néhányat tanítunk, néha úgy, hogy abban az azonnali pillanatban még ők sem értik, de eljön az a pillanat, amikor meglelik a kulcsot, hogy föltárják, hogy megértsék azt, amit már megtanultak. Last week I opened a new Pandora box for you. A múlt héten önök számára megnyitottam egy új Pandora szelencét. And many people got in so many ways excited. És nagyon sok ember egyféleképpen nagyon belelkesült. But they can't do anything with it because de nem tudnak bármit is kezdeni vele. Because they can't connect it, they can't relate it. De nem tudják valamihez hozzákapcsolni, valamihez mellé rendelni ezt. They cannot see how to go to the next step with it. Nem látják, hogyan haladjanak a következő, hogy tegyék meg a következő lépést vele. So what it needs more explanation. Tehát mire van szükség? Több magyarázatra van szükség. Needs more dynamic understanding of the whole theory. Tehát egy szükség van az egész elméletnek egy dinamikusabb megértésére. And then the building of it. És majd utána szükség van ennek a megépítésére. Then the function of it. Majd ennek a funkciójának, a szerepének a megértésére. Then how to use it. Működtetésére, és hogy hogyan használjuk ezt az új dolgot. I go back into where I left more or less a little bit deeper last week. Onnan fogom folytatni, többé-kevésbé, ahol múlt héten abba hagytam, de egy kicsit mélyebben, behatóbban fogom ezt kifejteni. That we extend the knowledge. Úgy, hogy ki tudjuk terjeszteni ezt a tudást. If you remember, we always ki tudjuk bővíteni ezt a tudást. Talk about the course. Ha emlékeznek, beszéltünk a reaktormagokról. And then we spoke about a dynamic core, which we rotate on the system. Majd beszéltünk egy ilyen dinamikus forgó reaktormagról, amit egy rendszerrel mozgatunk, forgatunk. Mi a rendszerrel van kapcsolva. Where it creates a band of ganzes. Ahol forgás közben létrehoz egy ganzokból álló sávot itt a közepén az egyenlítőnél. Where the rest of the material becomes what we call the water. Ahol az anyagnak a többi része az vízé alakul, vagy külön válik a víz abból a ganzból. Separation. Tehát egy ilyen különválás, szétválás történik ezekben a forgóreaktorokban. Up to now we worked on this and we looked at it. Eddig dolgoztunk ezekkel és néztük ezeket. Last week we opened a new chapter into it, that it gives you more knowledge. A múlt héten egy új fejezetet nyitottunk meg, amely több tudást ad önöknek. That what we do, we take this part out. Hogy mi az, amit teszünk, kivesszük ezt a részt innen középről. When we take this part out, amikor kivesszük ezt a részt, now we don't have a spherical. Akkor már nem rendelkezünk azzal a gömb alakkal. We have shapes that we can work with. How? Hanem vannak bizonyos alakok, amelyekkel tudunk dolgozni. How do we shape it? How do we size it? Hogyan alakítjuk, hogyan méretezzük? How do we volume it? And hogyan méretezzük az űrtartalmát? This will give us different possibilities. És ez különböző lehetőségeket nyújt majd önöknek, vagy nekünk. If we call in technical drawings, they call it top view. Műszaki rajzban van valamit úgy hívnak, hogy felülnézet. If you look at the top view of this system here, ha megnézzük ennek a rendszernek a felülnézetét, what do we see? Mit látunk?
we see here, we know on the top. Mit látunk itt, hogyha felülről tekintünk rá? In fact, what we have here is very simple. Valójában, ami itt van nekünk, az nagyon egyszerű. This box here is this shape here. Ez a mi oldalról, milyen doboznak néz ki, vagy ez a tartály, felülnézetből így néz ki, mint itt fönt rajzolom. But when we look into it, de hogyha betekintünk a belsejébe, it has different layers. Úgy különböző rétegekkel rendelkezik. We put gas of one thing or the other, and egy vagy másféle ganzot helyezünk be. These gases, layer by layer, they made their own cells layers here. És ezek a ganzok rétegről rétegre létrehozzák a saját rétegeiket. And then what happens to it? Majd mi történik ezekkel? Does this layering goes in so many ways? If you look at it, now this thing has a hollow center. Hogy halad ez a rétegződés? Megnézzük, ez a dolog rendelkezik egy üres középpel. Tehát egy űr van a közepén. Because that's where the water used to be. És ez az a rész, ahol a víz szokott lenni. When we see through it, and hát, hogy átlátunk rajta. When we open this in as a technical drawing, if you understand it, which most of you are very good at it. És hogyha megnyitjuk ezt, úgy mint egy műszaki rajzban, amiben ennek közül nagyon sokan nagyon jók benne értenek hozzá. You see different lines of it. You have the different dimensions. Különböző vonalakat látunk, így keresztmetszetben különböző dimenziókat. This is your red circle. The purple, the pink. You have then the blue. Itt van az a piros kör, itt van a kék. Then you have the green. Majd következik a zöld. So when we look at it, we have rings inside rings. Ha jobban megnézzünk, akkor gyűrűket látunk a gyűrűk belsejében. As we know by dynamic flow. Amint tudjuk a dinamikus áramlás által. By properties of the ganses, if it's dynamic. A dinamikus állapotban levő ganz tulajdonságai által. The heaviest take different position. A nehezebb, az más helyzetet fog elfoglalni. Than the lightest. Mint a könnyebb. And then the position of the centrifuge and vacuum is the same. És tehát hasonlóan a centrifugához. Van egy forgástenge, és hozzá képest így körkörösen, centrifugálisan súly szerint, fajsúly szerint rétegződnek majd a különböző ganzok. We push the lightest in one direction and the heaviest to the other. Egyik irányba kerül a, egyik helyre kerül a nehezebb, egy másik helyre a könnyebb. So when we look at it, in reality, we have three magnetic rings. Hát, ha jobban megnézzük, akkor így nyerünk három mágneses gyűrűt. There's one here, there's one here, there's one here. This. Itt van az egyik, itt a másik, itt a harmadik. This is spherical, so we see the other side of it here, and what we see is very distinct. Ez ilyen henger alakú, és amit látunk, az nagyon sajátságos. So, what if we look in so many ways and separate the layers, we see something very interesting. És hogyha jobban megnézzük, tökéletesen éppen
vagy sokféleképpen külön választjuk a rétegeket, akkor nézzük, mit látunk. This is one layer. Ez itt az egyik réteg. This is your other layer. Emit következik a másik réteg. And this is your third layer. Majd itt van a harmadik réteg. If you look at it, if you open it flat, you get the skin of the man, like this. Hogyha megnyitjuk és kiterítenénk, akkor olyasmit nyerünk, mint az embernek a bőre. Yes. If you circle it, you get the intestine. Ha föltekerjük, akkor olyasmit nyerünk, mint a bélcsatorna, vagy emésztőcsatorna. You get the body of the man. Olyasmit nyerünk, mint az embernek a teste. In fact, nothing changes. Valójában semmi se változik. We need three dynamic, what we call ganzes. Szükségünk van három dinamikus ganzra. To be able to create life. Hogy képesek legyünk arra, hogy életet hozzunk létre. Because when you have a dynamic system. Mert amikor van egy dinamikus rendszerünk. One goes in one direction. Az egyik irányba halad. The other one goes in another direction. A másik irányba. And the third one takes another direction. És a harmadik egy másik irányt vesz fel. And it's because it's magnetic gravitational field. És ez, mivel ez mágneses gravitációs mező. Each field has to find balance and position. Mindegyik mező meg kell, hogy találja az egyensúlyt és a helyzetét. And as you have tightened the position in respect to each other. És ahogy összeszűkítettük ezt a helyzet, ezt a helyet, egymáshoz képest. They cannot move. Nem tudnak szétmenni. They dictate their motion. És ezért diktálni fognak egy mozgást. And from it we create the structure. És ezekből a mozgásokból létrehozzuk a struktúrát. Or from the interaction of the field of each other. Vagy ezeknek a mezőknek az egymással való kölcsönhatása által. In rubbing against each other. Amíg egymással dörzsölődnek. We create energy. Energiát hozunk létre. So the energy itself. And emotion and dynamism. Tehát az energia önmaga és a mozgás és a dinamizmus. And the interaction of the fields together creates the tangibility. És a mezők kölcsönhatása, ami létrehozza a tapinthatóságot. The motion and life. A mozgás és az élet, ezek mind létrejönnek. So when we come to transportation and transmutation, amikor a szállítás és a átalakítás, transmutáció kerül szóba, the system has to be the same. A rendszernek ezzel azonosnak kell lennie. There has to be a structure where you can create, contain life. Egy olyan struktúra kell legyen, amelyen belül létrehozhatjuk az életet, amely magába tudja tartani az életet. Where, as we said last week, ahol, amit mondtuk a múlt héten, you can create an envelope. Létrehozhatnak egy borítékot. If I change this rectangular block to lines, hogy ezt a rajzon téglalapként szereplő valamit vonalakká alakíthatom. What do I need? Mire van szükségem? I need to create an envelope that I can carry whatever I like in it. Létre kell, hogy hozzak egy
borítékot, ami bármit magába foglalhat. How do I carry this envelope and how I carry the internal structure of it? Hogyan fogom hordozni ezt a borítékot, és hogy fogom hordozni a benne levő struktúrát? That stays alive. Hogy életben maradjon. Does not give or take enough that it might create its own demise. Hogy ne, hogy túl sokat adjon vagy kapjon, hogy a saját elmúlását okozza. In the past times, man always dreamt to be able to stay alive for centuries. Ugye a múltban az ember gyakran törekedett arra, hogy hogy maradhat életbe évszázadokon át. Or travel the depth of the universe. Hogy tudjon utazni az űr mélyébe. But stay the same age. De hogy ugyanolyan korban maradjon. Now the man has that knowledge. Most az ember rendelkezik ezzel a tudással. Tehát, hogy tudjon életbe maradni sok száz éven át, illetve hogy tudjon utazni az űrbe, úgyhogy ne öregedjen közben. Now with this technology, you get that knowledge. Most ezzel a technológiával önök megszerzik ezt a tudást. You can travel the depth of the universe. Utazhatnak az űr mélyébe. Staying within the box of your own creation. Úgyhogy a saját teremtményüknek a dobozában maradnak közben. Where the energy transfer is constant. Ahol az energia átadás az állandó. Does not matter how long it takes you to arrive at the point of destination. Nem számít, hogy milyen sok időbe telik a célpontba megérkezniük. You arrive the same age as you left. Ugyanolyan idősen érkeznek, mint ahogy elindultak. In so many ways, what this brings us to a point is that if we manage to ignore the physicality of the man, sokféleképpen ez elvisz minket egy olyan pontra, hogyha el tudjuk azt intézni, hogy mellőzzük az embernek a testiségét. And just create the field, the strength of the soul of the man. És csak az ember lelkének a térerejét hozzuk létre. Wouldn't the man survive the span of universe, timeless and limitless? Vajon nem lenne képes az ember túlélni a világűrnek a teljes szélességét, meg időtartamát teljesen korlátlan? And with this new knowledge, with this new technology which we have introduced in past few days. Ezzel az új technológiával, amit az elmúlt pár hét alatt mutattunk be. This is what has been the dream of the man. Ez lenne az, ami beteljesíteni az ember álmát. Can I reverse my age? Visszafordíthatom-e az öregedésemet, a koromat? Can I become young? Fiatalodhatok? Can I recover from a disease? Helyrejöhetek-e betegségekből? Can a child with a handicap conditions born at the time of its birth, can that be reversed? Vissza lehet fordítani egy gyereknek a torszülött állapotát? Can I transport not only me, but my dog and the suitcase? Szállíthatom-e nem csak magamat, hanem a kutyámat is, meg a
táskámat is. And at the same time, the car I love to drive. És ugyanakkor azt a kocsit, amit szeretek vezetni. Multiplication, combination, and different purposes. All. Sokszorozódás, másolás és különböző célok. All in one package. Mindegy csomagban. It's no use if I transport you from here to another place and you have no clothing with you or no food with you. Nincs értelme, hogy átszállítsam önt egyik helyről a másikra, úgyhogy ruhátlan, vagy ruhátlanul érkezik, vagy élelem nélkül. You want to take it because you are comfortable. Magával akarja vinni, mert ugye megszokt. We should be able to develop the knowledge that we carry the totality. Képesek kell legyünk arra, hogy kifejlesszük a tudást, hogy képesek legyünk a teljességet szállítani. If we look at the spectrum of the knowledge and understanding that everything is made of interaction of fields. És kiterjesszük a tudást, hogy azok szerint, hogy megértsük, hogy minden, ami létezik a mezőkből áll össze. Minden, ami van körülöttünk, az mezőkből van. How do I create this condition? Hogy hozom létre ezt a körülményt? Many of you, you might take into the action, as we said of the last week, putting cancers on top of each other. Sokan önök közül, miután látták a múlt heti tanítást, úgy próbálkoztak, hogy ganzokat raktak egymás fölé, vagy egymás alá. As I explained, some of you might go to the new direction. Mint magyaráztam, egyesek önök közül egy új irányba fognak menni. Of putting ganzes according to their strength and density. Hogy a ganzokat az erősségüknek és a fajsúlyoknak megfelelően rendezik el. And some of you might. És egyesek önök közül. Go a step further. Egy további lépést fognak megtenni. As we said last week. Mint mondtuk a múlt héten. You do not need connection to a motor to rotate. Nincs szükség kapcsolatra egy motorhoz ahhoz, hogy a forgást előidézzék. You decide on the volume of the field of the plasma. Önök döntik el az űrtartalmát, a mennyiségét, a térbeli mennyiségét a plazmának. You enter. Mit behelyeznek. Which creates different speed. Amely különböző sebességeket hoz létre. And different interactions. Különböző kölcsönhatásokat okoz. But you have to learn how to create the envelope. De meg kell tanulniuk, hogy hogy hozzák létre ezt a burkot, ezt a borítékot. A system below, a system above. Egy rendszer alatta, egy rendszer felett. Field interactions on the edges creates the box. A széleken létrejövő mezőkölcsönhatás hozza létre ezt a tartályt, ezt a dobozt. And field interactions inside according to its composition. És a belső mezőkölcsönhatások az összetételének megfelelően. And the current flow. És a áramlás. Dictates. Diktálják. You carry a suitcase. You carry a man. Hogy tudnak szállítani benne egy bőröndöt, egy embert. Or you carry your dog. Vagy a kutyájuk. The understanding
of the creation of the plasma of the gas. Now moves to the next step. A galanzok plazmájának a megértése most egy következő lépcsőfokra jutott. Egy következő lépést teszünk meg ezzel. Tehát amikor a szállításhoz szükséges tartályt, vagy burkot, vagy borítékot létrehozzuk, akkor az alul fölüllevő tárcsa vagy korong reaktoroknak a külső mezőit úgy állítjuk be, hogy azok létrehozzák a tartályt magát, vagy a burkot, vagy a borítékot, tehát a falakat, míg a belső mezők, vanzok mezői, hozzák létre azt a körülményt, ami szükséges ahhoz, hogy ezt vagy azt szállítsunk. Tehát attól függően, hogy mit szeretnénk szállítani. Ezt megismételtem, mert ezek ilyen fontos információk, amiket Meránkes átad, és néha ugye a sok részlet között elvész ez a kis apróság, aztán majd egy idő múlva csapunk a homlokunk, hogy hoppá, hát a 245. előadásban szó volt erről, amit szeretnénk megvalósítani. Vannak eddig kérdések? Lassítok egy picit, mert nagyon sok tudást kapunk rövid időn belül. Tehát világos eddig minden? Gondolkodtak-e a múlt héttől a mai napig azon, hogy ilyen tárcsareaktort hogy hozzanak létre? Mert láttam, aki itatós papírokkal, tárcsákkal próbálkozott, más pedig ilyen érmetartó kis lapos dobozokkal kísérletezett, hogy majd abba tesz ganzokat. Sziasztok, Lőrinc vagyok. Szervusz, Lőrinc. Én nagyon pofátlanul egyszerűen csak a gyűrűs mágnesekbe gondolkodtam. Mert hogyha ugye két gyűrűs mágnest egymásba rakunk, és abból mondjuk kettőt használunk, és az egyik az meg van fordítva, akkor tehát az egyiket, amikor másikba belerakjuk, akkor megfordítjuk egymáshoz képest, akkor ezek vonzák is, meg taszítják is egymást, tehát így automatikusan bizonyos távolságot vesznek föl. És ugye, amikor ugye tudjuk, hogy amikor az északi meg déli sarkú két pólust közelítjük egymáshoz, ugye azok összecuppannak. Tehát tudjuk, hogy azok, ha úgy akarjuk, anyag által kiváltott mágneses gravitációs mezők, és összevonzák egymást. A ganzok is ugye hasonlóak, tehát ha megfelelő rétegzéssel, ugye elvileg a mágnes is, tehát akár neodímium mágnes is lehet nanobevonatolni, és a nanobevonatra meg rá lehet rakni utána a ganzokat. Tehát ha különböző mágneseket egymásba tudunk cuppantani, és azokat bevonatoljuk ganzzal, akkor elvileg a mágneseknek a mezője fogja vinni, hordozni a ganzoknak a mezőjét, és azzal ott a távolsággal meg tudjuk mondani, hogy mennyire legyenek közel, vagy távol egymáshoz, magyarul, hogy mennyire akarjanak összecuppanni. Értem. Mágnesekkel, gyűrűmágnesekkel való játszadozás nagyon jól segít megérteni a mezők kölcsönhatásait. Lehetséges az is, hogy habár a mágneseknek ugye van egy bizonyos térerősségük, ugye a vasnak a tartományában, vas, kobalt, nikkel, ezekre van hatással általában, feri mágneses anyagokra. Viszont használhatjuk ezeket a mezőket arra, hogy hát bezárjunk más erősségű mezőket, mint ahogy mondtad volt korábban, hogy hát különböző nanorétegek, ganzok, stb. Ha szeretné veteni. Viszont itt a feladat az, tehát jó elgondolás, vagy mindegyik jó, csak itt a feladat az, hogy a ganzok mezőit nem bezárjuk, hanem hogy pont azokat terjesszük ki, úgyhogy három külön térerősségű réteget hozzunk létre mezőkből, mint ahogy az ember bőre is három külön erősségű rétegből áll. Ugye nevezik azt ektodermának, mezodermának, endodermának, mármint hogy görögül, hogy
hogy külső bőr, belső bőr, meg középső bőr? Hát ha szigorúan vesszük, akkor hogyha csak térerősségekben gondolkozunk, a magrav egység tekercsei között is, ugye ott van egy belső tekercs, külső-belső, meg egy külső tekercs, külső-belső, és hogyha megszámoljuk a rétegeket, amik az anyagok között vannak, akkor ugye belül szintén három réteget kapunk. Igen, bizony jó észrevétel, és Meránkes az előadás a mai tanítás későbbi részében említi is a magravot, mint azt a csodálatos dolgot, amit nagyon sokan ugye, vagy megvásárolták, vagy megépítették maguknak, és nem vették észre, hogy milyen csodálatos dolgot kaptak, és a világegyetem szerkezetét kaptuk a magravval, de ugye sokan korlátozták ezt azzal, hogy más célt nem adtak a magrav lelkének, csak annyit, hogy hát 2-3 kilowatt termelés, amikor sokkal többre képes. De erre még visszatérünk a mai nap. Én még a múlt heti előadással kapcsolatban, ugye van fölül három réteg, meg alul három réteg, és akkor középen létrejön valami. Én még arra gondoltam, hogy végül is az első nanobevonatolós dobozunk is hasonló szerkezetű, hogyha így a résztvevő elemeket vesszük, mert ugye van egyszer egy ilyen gázhalmaz állapot, vagy így az alapgázok környéki hármas, a szén a műanyag dobozból, az nitrogén a levegőből, ami benne van, az oxigén, ami a levegőben is benne van, meg benne van a vízben is, és utána pedig alul az alsó hármas, az meg ugye a rész, amit bevonatolni szeretnénk, meg ugye a horganyzott csirkeháló, amiben benne van a vas, meg a cink. Ez is egy bevétel. Három, és akkor... Igen. Elnézést, csak akartam jelezni, hogy talán egy hét múlva még többet látunk, hogy mire képes az az egyszerű kóláspalack reaktor, amivel évekkel ezelőtt Meránkes ugye fölvillantotta az új plazma technológiákat a nagy közönség előtt. És még egy dolog, ami eszembe jutott, ami teljesen elvont, és talán így a témán túlmutat, hogy az I-Ching a 64 kombinációjával ugye az teli, meg lyukacsos vonalból áll. Hát ott is ilyen I-Ching azoknak, akik nem tanulmányozták ugye az ilyen kínai dolgokat, ilyen trigrammokból áll. Trigram azt jelenti, hogy ilyen hármas szimbólum, tehát három elemből kombinálnak egy-egy jelet. Van egy felső, középső, meg alsó. És hogy a két alap elemet kombinálják különböző féleképpen, összes lehetséges kombinációba. Ugye van a teli meg a lyukas, vagy van a hímnemű, nőnemű, vagy van a yang és a yin. És akkor elvileg... Egy kicsit a neodinium mágneshez. Jó estét kívánok! Jó estét! Nem akarok... Beindult az ötletbörze. Nem, kimondottam, hanem hát a neodinium mágnest nanobevonatolni eléggé nehéz dolog. Mivel nikkelezett, és a nikkel az, ami a legjobban áll ellen a... Ez az egyik. A másik az, hogy 80 fok a maximális hőbíró képessége. Míg a forró lúg az... Ott van, tudjuk, hogy 120-160 fok körül. Tehát ami jó a nanobevonatolás szempontjából, az már árthat a mágnesnek, hogy elveszíti mágneses képességét. Én inkább gondolkodnék kerámia mágnesekben, mert hogy elvileg kerámia... Én próbáltam, megmondom őszintén, azt bevonatoltam, gyűrűmágnest, és forrólukkal, de azt vettem észre, minthogyha valamit kioldott volna belőle, mert fogja a kezem. Hát az egy ilyen préselt porból áll, porokból, amelyeket valami ragasztó fog össze, valami kötőanyag. Tény az, hogy én elég sokat tartottam benne. Tehát ha kevesebbet tartjuk, akkor valószínű, hogy
hogy jobb eredményt érünk el. Ellenben nem veszítette el a mágnesességét. Na ez is egy irány lehet. Így van. De próbáljuk megérteni az elveket, és utána a megvalósításnak meg annyi módja van, mint ahány csillag az égen. Tehát nem kell ott ragadjunk le, hogy most másoljuk egyik másik társunknak az alkotását. Én még egy másik kép jutott eszembe, hogy ugye is a csakra rendszer is három energiaközpont alul, meg három föl és egy a középen, ami az alsót meg a fősőt összeköti. Igen, és visszamehetünk sok ősi kultúrába, ugye a régi úgynevezett székely magyar rovás jelek, amik hát magyar jelek, csak hát ugye elszékelyesítették valamikor, hogy egy kicsit, na mindegy, ez már... Ne beszélj saját magad ellen, mert székely... Tudjuk a székely... Sorry. De három a magyar igazság. Három a magyar igazság, és ott van egy ilyen hieroglifa, szimbólum, ami hogy az egynek, a gyének a jele, ami egyet jelent, és az három vonásból áll, egy függőlegesből és öt metszökét vízszintesből. És sok ilyen régi ezoterikus tanításban ott van, hogy hát a három az egy. Mint a lilium jele is, hogyha így nyugati kultúra felé megyünk, ami ugye egy vonal előre, és utána a két vonal. Ja, az a lilium is, nem tudom, hogy honnan került, hogy csöppent be a nyugati kultúrába, mert azt végig az egész szkíta kultúrán végig találni ezt a távol keletről. Nőszírom, liliumnak mondott nőszírom formát. Nem tudom, hogy került az anzsukhoz. Ki honnan koppintott? Lekoppintották, mint ahogy általában szokták. Na, tény az, hogy sokan keresték a tudást, meg birtokoltak a tudásnak egy bizonyos részét a múltban is. Valamennyit, akik tudtak, továbbadtak, volt tudás része, ami elveszett. Viszont most van egy ilyen lehetőségünk, hogy újra hozzájutunk ehhez a tudáshoz, és egy jobb megértést valósíthatunk meg, ugye ha nem csak gondolkodunk rajta, hanem próbáljuk meg is testesíteni, hogy alkalmazás által, tehát építünk valamit, működtetjük, üzemeltetjük, megértjük jobban a működését, és így tovább. Tehát ez is, és tartom ezt a kis szünetet, hogy erről is beszélhessünk, ugye, hogy irányelveket azokat kaptunk a múlt héten is, azok most kilettek egészítve, és mi kapunk információt, és utána el kell jussunk arra, hogy ki megtalálja saját módját, a hogyanra, hogy ezt fizikailag hogyan valósítaná meg. Tehát egyelőre ilyen anyagi vászszerkezetet használva, aztán később majd egyesek eljutnak oda, hogy tisztán mezőkkel fognak tudni dolgozni, hogy ezeket a szerkezeteket, struktúrákat megépítsék. No, tehát a lényeg az, hogy ahhoz, hogy élet legyen, ahhoz szükség van a hármasságra. Elvégben lehetne. Igen? Hát nem, láttam tényleg, hogy tárcsát, rézlemezt nanobevonatoltak kör alakba, ilyen tárcsa alakba. Azt már láttuk egy évvel ezelőtt is. Igen. Ott valahol Angliában élő lengyel származású kollégáink. Igen, Tomás Dubi. Igen. De miért ne lehetne vezetékből? Tárcsa. Sok minden, sok megoldás lehetséges. Bátorkodom javasolni annak, akinek van ilyen tanulmányozási késztetése, hogy érdemes az embriológiát is megnézni, hogy hogyan fejlődik ki abból a két sejtből egy élőlénynek a szervezete, most legyen az aranyhalé vagy emberé, körülbelül ugyanaz a folyamat. Tehát az embriológiának ott a fejlődés első óráit, első napjait nézni, amikor elkezd ugye szaporodni, megkettőződni a sejt,
és amikor elért a 128 sejthez, akkor elkezd rétegződni, hogyan és mint alakul ki az a három réteg. Hogy az életben megvannak ezek a struktúrák, és kopinthatunk, vagy nyerhetünk ihletet a természet munkájából is, és akkor talán kevesebb műanyagra, rézre, meg vasra lesz szükségünk. Jobban megértjük ezt. Mehetünk a csigaházhoz. Az is. Mondom, az is érdekes, hogy egyféle sejtből, hogy különül el háromféle sejt, és hogy hogyan alakul ki az a hármas burok, aminek a belsejébe, ugye hát gyakorlatilag egy emésztőcsatorna jön létre, egy cső, de ugyanakkor ott is megvan a három réteg, meg a külső bőrben is, tehát az egész olyan, mint egy tórusz, és akkor is a három-három réteg között van az a régió, az a terület, ahol olyan mezők fejlődnek ki, amelyek megszabják a belső szerveknek a alakját, szerepét, és így tovább. Tehát a hármas burokba csomagolt belső rész az, ami minket nagyon érdekel. És igen, a magrav rendszer is egy nagyon érdekes dolog, ha jobban megnézzük. Folytathatjuk? Látom, benne vannak. A mai részben ilyen 2 óra nagyon fontos tanítás, és utána még egy másfél óra még szintén fontos. Lehet, hogy hetente többször kellene, hogy találkozzunk, hogy fel tudjunk zárkózni úgy igazából. Hát az egyáltalán nem ártana. Hát bizony. Tehát a héten valamelyik másnapon is tartani egy találkozót. Valahogy megszervezzük, úgyhogy ne ütközzön más nyilvános oktatásokkal, mert ugye eddig kedden az jó nap volt, viszont keddenként van az egybolygó, egy nemzet egyfaj találkozó, ugye tanácsokkal, Karolina asszonysággal. Hétfő az mindenkinek nehéz, ugye, mert a hétnek a kezdete. Majd meglátjuk valahogyan. Szombat családé szokott lenni, de talán szombatnak valamelyik részében megpróbálok majd beszervezni valamit. Vasárnaphoz nem jönni. Folytassuk akkor, hogyha megengedik. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, kedves Lőrinc, kedves Zoltán. Tehát ott hagytuk abba, hogy meg kell értsük, hogy hogyan hozzuk létre ezt a tartályt, ezt a burkot, ezt a borítékot, amivel a csomagot tovább tudjuk szállítani. Ugye alul fölül egy ilyen tárcsareaktor, de úgy kell elrendezni annak a szerkezetét, az fölépítését, hogy a széleken meglegyen a három térerősségből álló külső burok, borítéknak a fala, egy hengerforma, a belsőjében pedig olyan mezők jönnek létre, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a célzott rakományt azt ugye meg tudjuk őrizni olyan állapotba, hogy ne legyenek olyan anyagcsere, vagy mezőcsere, mágneses gravitációs térerőcsere folyamatok, amelyek annak a belsejébe levő valaminek a pusztulásához vezethetni. With you, once you put Ganses in, you have created the limitation of life. Akkor, amikor ganzokat tettünk idebe, ott már egy korlátot szabtunk az életnek. Because the prince and ganses you have has a very nasty tail on it. Mivel a ganzok, amikkel önök rendelkeznek, azok egy
nagyon kellemetlen sallanggal rendelkeznek. És ez a víz. And some bits with it. És pár apró dolog még ezzel együtt. You are limited to the structure of this plant. Tehát ezáltal ennek a bolygónak a szerkezeteihez mérten korlátot szabunk meg, hogy használjuk a ganzokat. És ugye a víznek, meg az oxigénnek a jelenlét, ez egy nagy probléma. You need to create a condition. Létre kell hozzunk egy olyan körülményt, a system, egy rendszert, that you become where the original name of Gans came from. Ahol azzal válunk, vagy azt hozzuk létre, ahonnan a Gansnak az eredeti nevének az eredetije jött. Honnan származik a Gans elnevezés. Gáz, mint nanoszilárd. Ugye? És az alapja ennek a gázok. The word is gases. Ez a szó, amivel a gáz származik, gáznak a gyöke, az a gázok. Gáz. The word is gases because the universe is made of the gases of gases. A szó a gázok, mivel az egész világegyetem a gázokból levő ganzokból áll. Where itself has no material. Hol önmagának ugye nincsen anyagja. But through the gaseous condition of the universe. De a világegyetem gáz nemű körülménye miatt. In a magnetic field strength. Egy mágneses térerősségben. Allows lehetővé teszi transportation of the fields. A mezőknek a szállítását. So, what does this mean to you? Tehát mit jelent ez önöknek? You remember you made the orange and you transferred the essence of the orange into the water? Emlékeznek, hogy mit csináltunk, hogy ott volt a narancs, és átvittük a narancsnak a mezőit a vízbe. Tehát ez az úgynevezett életcserlege összeállítás, ahol ott volt a tartályunk a vízzel, körbe kisebb tartályok különböző mezőket nyújtó ganzokkal, aminósavval, és egy olyan körülményt hoztunk létre, hogy nem a narancsnak a testét, hanem a narancsnak a lényegét, eszenciáját, az aromáját, zamatát, illatát által tudtuk vinni a vízbe. Now you have to step up. Hát most meg kell tegyék a lépést. Now you put the ganses which you need. And you place your system within it. Tehát most először elhelyezik a ganzokat, amelyikre szükségük van, majd ebbe behelyezik a rendszerüket. To load up what you need. Hogy megtöltsék azzal, amire önöknek szüksége van. Megint egy pici szünetet tartok. Ez megint egy nagyon röviden elmondott, nagyon kritikus lépés. Emlékeznek arra, amikor egy ganz előállító reaktor belsejébe lehorgonyoztak egy nehezékkel, egy üres golyóbist, hogy begyűjtsék azokat a mezőket, de nem a vizet, nem a sót.
Emlékeznek a narancsra? Én emlékszem, egy csomó golyót helyeztem reaktorok, különböző reaktorokba, CO2-s, cinkoxidos, CA3-as, rézoxidos. Igen, bizony, ezt mások is megtették, és volt, aki arról számolt be, hogy ilyen mezőkre érzékeny személynek kezébe adott különféle golyókat, és azok ilyen meglepetten tapasztalták, hogy ilyennek másra, más érzést ad az egyik golyó, mint a másik, pedig ugyanabból az anyagból vannak látszólag. Hát valami hasonlóra van szükségünk most is, hogy úgy hozzuk létre a rendszerünket, hogy a ganzoknak a mezőit hordozza magába, de ne hordozza magával azt a vizet, meg azt az oxigént. Zoltán, tapasztalat további alkalmazásokban a golyókkal? Pörgetem. Mondom, pörgetem. Nagyon jó. Most azokat a golyókat, amik a mezőket tartalmazzák, azt lehet behelyezni másik golyóba, amiben valami más van. Akár folyadékos ganz is, vagy akár. Így van. Tehát nem magába, hanem egy másik, egy nagyobb gömbbe. Értem. Cselviekben a nagyobb gömb, a kis gömböt egy nagyobba, és a kettőt egy harmadik gömbbe lehet helyezni. Értem. És pörgetni. Ellenben ez a rajz itt, amit látok, vagy nagyon szimbolikus rajz. Igen, korábban. Nem kell szó szerint venni. Nem is veszem. Tulajdonképpen hasonlít ahhoz, amit egy egészségügyi oktatáson, vagy elhangzott a különböző ganzok készítésének a módjáról tálcán, vagy 24 rekeszes tepsiben, el lehet helyezni ugye a szélén a CA3-at termelésre. Igen, bizony, most látjuk, hogy adódik össze az eddigi tudás egy rendszerbe. Az a 190. tudáskeresők műhelye. Az eredetit tartom észbe, elnézést, nem tudom, hogy mikor tolmácsoltam azt. Hát azt én sem tudom, de meg lehet találni, meg lehet keresni. Ha valakinek volna ideje, türelme, kapacitása arra, hogy önkéntesen segítsen, hogy a meglevő magyar nyelvű oktatásokat indexálni, hogy egy ilyen pici összefoglalót írni, hogy milyen témakörök hangzottak el, akkor az nagyon hasznos volna azoknak, akik szeretnének visszatekinteni, majd kikeresni valami tudást, hogy összerakják a mostanival, vagy aki bizonyos témába keresne. Elnézést, egyedül nem győzem. Én meg nem merek felelőtlen ígéreteket tenni. Nem ígéret kell, hanem meg kell próbálni valamit tenni, és akkor látszik, hogy mit sikerül, és mit nem. Tehát minden apró hozzájárulás számít, és nem pénzbeli hozzájárulásról van szó, hanem napi fél órás valami kis önkéntes segítség a közösségnek. Legjobb módja a visszaadásnak, hogyha nem annak adjuk vissza, akitől kaptuk, hanem továbbadjuk annak, akinek hasznos lehet a szolgálatot, amit kaptuk. Szóval figyeljük meg ezt, mert ez egy kulcsfontosságú dolog, hogy ne a folyadékot vigyük magunkkal, hanem csak ezeknek a ganzoknak a mezőit. Próbáljuk tovább pörgetni. When you take your system out, amikor majd kivesszük a rendszerünket, the system has all the properties. A rendszer majd rendelkezik az összes tulajdonsággal, but not the material. De nem az anyaggal. The fields of, but not. The matter state of, what I call. Rendelkezik majd a ganzoknak
a mezőivel, de nem az anyagi állapotával. What this will give you, if you can load it that way, you'll get your red, and you get your blue. És hogyha ezt így meg tudják tölteni, így amit kapni fognak, az ott lesz a piros, ott lesz a kék. And everything else which you want to do. És minden más egyéb, amire szükség van. So, in fact, when you look at the disc we spoke about, és akkor, hogyha megnézzük azt a tárcsát vagy korongot, amiről beszéltünk volt, you do not need to fill it with anything. Semmivel se kell, hogy megtöltsük. But transfer of the energy from gas units. Hanem arra van szükség, hogy átadjuk az energiát a GANZ egységekből. Into the gas units. A gázos egységekbe. Which is the plasma of the containment. Ami a containment. Gázok. Mi a behatárolásnak, vagy összeszorításnak a plazmája? Nem tudom nyelvtanilag más sorrendbe helyezni, mert így kocsánhozik angolul is. And with this, if you manage to create a dynamic field motion of a plasma, és hogyha ezzel létre tudjuk hozni egy plazmának a dinamikus mezőmozgását, you will find out you have created. Rá fognak döbbenni arra, vagy rá fognak jönni arra, hogy létrehoztak. Replication of the universe. Létrehozták a világegyetemnek a másolatát. Tehát a világegyetem kicsiben. You do not work with cores. Nem dolgozunk a reaktormagokkal. But you work in a way with the fields. Hanem egyféleképpen a mezőkkel dolgozunk. Which you decide what they're going to be. Amelyik önök hoznak döntést, hogy hát miből állnak ezek a mezők, milyen mezőket válogatunk. It applies the same. If you manage to get yourself another red in the ratio of 2-1. És ez ott is alkalmazható, amikor el tudják önök azt intézni, hogy ugyanazt a piros szintet több rétegben állítsák elő, úgyhogy közöttük legyen egy 1-2-hez, vagy 2-1-hez arány, tömegarány. In respect to this, so you can create a ratio of 2-1 here. Tehát emitt is mezőkbe, gázmezőkbe létre tudnak hozni egy ilyen 2-1-hez arányt. Which means, mi azt jelenti, hogy now with this knowledge, you can create a combination of, and you can put your electrodes on. Ezzel a tudással létre tudnak hozni egy kombinációt, vagy oda tehetik az elektródát. Current flow. Az áram, elektromos áram. And the strength of each plasma. Minden egyes plazmának az erőssége. Tudják, hogyha két az egyhez arányba teszik, akkor már tömegarányok révén létrejön egy áramlás. That when you adjust that on that plasma, when you charge it. Tehát elektródákat helyeznek be, és hogyha feltöltik ezeket az elektródákon keresztül, will show motion and direction. Mozgást és irányt fognak mutatni. And creation. És teremtést. Then now we come to the point of no material condition. És most jutottunk el arra a pontra, amit úgy hívunk, hogy nem anyagi állapot.
because now we work with trugans, which is the gases of the universe. Mert itt a valódi ganzokkal dolgozunk, amelyek gázok, amik az univerzumnak, a világegyetemnek a ganzai. In a way, when you look at your bottles. Egyféleképpen, amikor az önök tartályait, palackjait nézzük. What you call your containers. Amit úgy hívom az önök tartályai. What you see is what I showed in Holland. Amit látnak, az az, amit mutattam önöknek Hollandiában. A 2001-es Eindhoveni bemutatóról van szó. But I called it the empty box of universe. De úgy hívtam akkor, hogy a világegyetem üres doboza. Now for the first time you understand what that box carried. Most először önök megérthetik, hogy mit tartalmazott az a doboz. Mi volt abban a dobozban. Keresek linket, és majd a Facebookon osztom, hogy megnézhessék azt az eredetit. Nézést. That box carries the knowledge of this universe, the energy of the universe. And what az a doboz tartalmazza a világegyetem mezőit, tartalmazza a világegyetem energiáit. You saw as electrodes which we showed. És az, amit ugye elektródáknak láttak ott a tetején, is where you control. You all looked at. Az valójában az, ami lehetővé teszi az irányítást, amivel tudják irányítani, mi történik a dobozban. Tehát meg mindjárt azt, what you can drain. Hogy az elektródák azt a célt szolgálják, hogy mit lehet majd kivonni abból a dobozból. But we looked at what we can put in. De valójában annak az volt a célja, hogy mit tehetünk be. Mit vihetünk be abba a dobozba. Then the space gap between it allows the creation and condition of life in any shape you desire. Majd az a térbeli hézak, ami közöttük, az lehetővé adta, hogy bármilyen körülmény feltételt létrehozzunk a doboz belsejébe. All of you looked at those book, that box, if you were in Holland, and I don't know if all webmasters can dig it out. I opened the box. Tehát remélem a webmesterek elő tudják hozni, elő tudják ásni azt a felvételt. Miről is szólt az a doboz Hollandiába. Said this is the empty box of the universe. Miről azt mondtam, hogy ez a világegyetem üres doboza.
Elnézésüket kérek, hogy beindult közben itt, amit némán akartam megnyitni a háttérbe. Javaslom, tartsunk egy kis technikai szünetet, és utána itt folytatjuk ennél a zöld doboznál, amit Mirákes mutatott be Hollandiába. Hogy beindítsak. Tehát tartsunk egy 10 perces, 15 perces szünetet, meglátjuk, hogy sikerül, és utána folytassuk. Dobosztól. A 10 perces szünetünk véget ért. Remélem sikerült felfrissíteni magukat, megtölteni a csészéket egy kis friss kávéval, tejával, vagy amit fogyasztanak éppen. Nekem sikerült vizet tölteni, hogy hangomat igazítsam néha. Úgy látom, Pancz úr meg Szabó Zoltán úr még távol vannak, de remélem becsatlakoznak. Úgy hallom, a zsebemben meg bekapcsolódott a térerőmérő. Itt vagyunk. Jó, köszönöm. Kapcsolom a térerőmérőt, ne pityegjen. Hát akkor itt maradtunk ennél a világegyetem üres dobozánál. Tehát itt a 2011-es őszi Eindhoveni bemutatóról volt szó. Valahol megvan ez nekem. Egy pillanat, a chatben küldeném a linket egyelőre. Ezt a linket, amit átküldtem, ezt elmenthetik. Itt is megoszthatnám, de itt a... nem vagyok teljesen tisztában a videófelvételnek a szerző jogaival. Gyakorlatilag szerintem a Kes Alapítvány is jogokkal bír a videóval, de ezt az Elektor magazinnak a szerkesztősége töltötte föl. Eredetileg.
Legalább egy állóképet próbálok megkeresni. Understanding plasma, understanding energy. Erről a dobozról. Egy másodperc türelmet. Próbálnám behozni azt az egy dobozkát. Tehát állóképet hozok be. Tehát erről a dobozról van szó, amit 2011. november 26-án Hollandiában, Eindhovenben az Elektromagazin által szervezett előadáson mutatott be Meran Tabakolikes. És ugye a végén ugye megnyitotta, hogy hát rám a világegyetem üres doboza, tehát mutatott rajta mérhető jelenségeket. Erről láthatunk különböző húzalokat, illetve ezeket a réz palaszegeket. Próbálok visszanavigálni az eredeti képernyőre. Itt vagyunk. You see 29 electrodes or 27 electrodes. If you know as electrodes which we showed is where you control. You all looked at what you can drain, but we looked at what we can put in. Tehát itt visszatérek egy előző mondatra. Itt az elektródákról önök azt gondolhatták, hogy arra vannak, hogy valamit kivonjunk belőle a dobozból, de valójában azoknak az elektródáknak irányítási céljuk van, és az a szerepük az elektródáknak, hogy mi az, az a pontosság, hogy mi az, amit bevihetünk a dobozba magába. Then the space gap between it allows the creation and condition of life in any shape you desired. Majd attól függően, hogy mit viszünk be, ez a hézag, ez a rés a különböző szintek között, ez lehetővé teszi, hogy milyen formájú, milyen életformákat hozhatunk ott létre, vagy milyen körülményeket. All of you looked at those books. That box, if you were in Holland, and hogyha önök ott voltak Hollandiában, mindjárt nézték azt a dobozt. I don't know if our webmasters can dig it out. Remélem a webmasters. I opened the box and said, this is the empty box of the universe. Megnyitottam a dobozt és mondtam, hogy ez a világegyetemnek az üres doboza. You see 29 electrodes or 27 electrodes. 29 vagy 27 elektróda volt rajta. We show current flow through it. Mutattunk villanyáramot, tehát elektromos áramlást a doboz különböző pontjai között. But we can induce and introduce current into it. De tudunk bent indukálni, vagy bevezetni feszültséget, vagy villanyáramot. That what happens now the fields flow. És akkor mi történik? A mezők, amik a belsejében vannak, azok áramlani kezdenek. Within this. A dobozon belül. In this position I create the energy of the man. Ezen a helyen létrehozom az embernek az energiáját. In this position, I create energy of the Buddha. Itt egy másik helyen létrehozom az ember táplálékának az energiáját. I showed this knowledge. Megmutattam ezt a tudást. So openly. Annyira nyitottan mutattam meg. Public for years. A közönség számára nyilvánosságra tártam éveken keresztül. That people don't understand what has been shown.
és az emberek nem értették, hogy mi az, amit megmutattam nekik. And I've seen recently an American guy supposed to be a genius takes my teachings and és nemrég láttam egy amerikai személyt, aki ilyen zseniként leszakta írogatni a előadásaim szövegét. And converts it into his presentation. Majd átalakítja a saját bemutatóivá. What somebody said. This they already made the duplicate of cash. És valaki azt mondta, hogy ez az illető már duplikálta, már lemásolta a cash-t. Miniature young guy and they claim it to be American, but the guy has got no clue what he's talking. És hogy egy fiatal amerikai ezt megtette, de a fiatal amerikainak halványlag gőze sincs, hogy mi az, amit csináltunk. The empty box of universe. A világegyetem üres doboza is not empty. Nem üres. But it's the container of the fields of the universe. Hanem valójában a világegyetem mezőinek a tartája, tárolója. And how you charge or discharge or change the value. És attól függően, hogy hogyan töltjük föl, vagy merítjük le, vagy hogy változtatjuk ezeket az értékeket. Of the fields in a plasmatic condition. Tehát, hogy hogy változtatjuk a plazma állapotban levő mezőknek az állapotát. You dictate the creation. Ha szerint diktáljuk a teremtést, az anyag, a dolgok létrehozását a doboz belsőjében. What to be created. Hogy mi legyen ott létrehozva. The empty box of universe. A világegyetem üres doboza is the full box of creation. Az a teremtés teljes doboz valójában. But you have to understand how you can create with it. And de meg kell, hogy értsék, hogy olyan tudnak teremteni általa. How you can bring it into operation. Hogyan tudják működésbe hozni. It's a food box. Ez egy ilyen hagyományos élelmiszer tároló doboz, uzsonnás doboz. Which means it's a container of life and energy. Ami azt jelenti, hogy életet és energiát tárol magában. And it's you who are looking for a bread or fruit in it. És ön az, aki egy kenyérdarabot vagy élelmet keresett benne. You forgot that they're all made of magnetic fields. És elfeledkezett róla, hogy ezek mind mágneses mezőkből lettek létrehozva. Those of you, azok önök közül, who move into this direction, akik ebbe az irányba fognak elmozdulni, of understanding that, a megértésnek ebbe az irányába, this, you will create a system very much like this. Létre fognak hozni egy rendszert, ami nagy mértékben így fog kinézni. Vagy igen, csak így fog kinézni. You fill it with the ganzes. Megtöltik ganzokkal. In the plasma condition. Plasma állapotban. And with it, you can do a lot of other things. És ezekkel sok más dolgot tudnak majd tenni. If you look at it in a circle, ha egy körként tekintünk rá, a felülnézetbe, you can segment it. Akkor ilyen szeletekre, szelvényekre oszthatják. Or you can use it in totality and in one direction. Vagy pedig teljességében egy irányba, egy adott irányba használhatják. Tehát többféle lehetőség van, hogy hogyan töltsük meg, hogy hogyan osszuk fel a belső terét.
Tehát vagy szeletenként, vagy pedig körönként megvan adva ez a szabadságunk. Or either. A lot of you feel lost with this, but they'll come to you in a few minutes or in the next few teachings. Tehát sokan kicsit elveszve érzik magukat ezzel kapcsolatban, de a hiányzó rész be fog jönni annak számára a következő tanításokba. A következő tanítások során meg fogják érteni jobban. Because with this system you don't need any more motors. Mivel egy ilyen rendszerrel már nem lesz szükségük semmilyen motorokra. As I said last week, amint a múlt héten mondtam, and I repeat it till I understood. És ezt ismétlem, megismétlem, hogy megértsék. The rotation of the gravitational magnetic field. A gravitációs mágneses mezők forgása. Of the Earth. A Föld gravitációs mágneses mezőjének a forgását. Is not created by itself inside. Nem a Föld belsejében hozza létre valami, is created by the fields outside. Hanem a külső mezők hozzák létre ezt a forgást. Hát emlékeznek a múltkori előadásra, hogy ott volt a Föld a mágneses gravitációs mezőjével, meg a Nap a mágneses gravitációs mezőjével, és a külső mezők áramlása az, ami létrehozza ezt a forgást, a belsejét. When the fields are split, they have different strength. Amikor a mezők ketté válnak, különböző erősségekkel rendelkeznek. Ha a segítség, gondoljanak például az Zeeman effektusra, folyadékok áramlásának. Tehát külön válnak a mezők, ugye itt van középen a Föld, a Napnak a mezői külön válnak, és két oldalt különböző erősségek történnek. So, this become one layer. The center core becomes another layer. Tehát ez a felső lesz az egyik réteg, a középső mag lesz egy másik réteg. And the bottom core becomes another. És az alap, az alsó mag lesz egy másik réteg. And the interaction of the three. És a háromnak a kölcsönhatása by themselves gives the manifestation of physicality of the planet. Önmagukkal létrehozza a fizikai megtestesülésnek a megjelenését. And with it, in the interaction with it, és ezzel együtt a kölcsönhatás révén creates the heat, létrehozza a hőt, and the life of the planet. És a bolygónak az életét. This be the inner layer skin of the man, the middle skin, and the top layer of the skin. Tekintsük ezt, mint az ember bőrének az alsó rétege, középső rétege és a felső rétege. Just change his name. Csak a neveket változtattuk meg. Működésére ugyanaz. You got to step up and understand. Előbbre kell lépniük és megértsék. The interaction of the fields. Hogy a mezőknek a kölcsönhatása will create life. Fogja létrehozni az életet. Hogy életet fog létrehozni. An interaction of the field creates home. És a mezők kölcsönhatása otthont hoz létre. An interaction of the same fields. És ugyanazoknak a mezőknek a kölcsönhatása can bring demise. Képes arra, hogy az emberiség kimúlását okozza. Megszűnését.
It's man who has to decide to what and where and how it uses it. Az ember kell, hogy eldönts, hogy mit, hol és mikor használ ezekből. Fields have got to come from the field itself. Mezők magából a mezőkből jönnek létre. And by interaction of different strength of them. És ezek különböző erősségeinek a kölcsönhatásai révén lead to manifestation and action of the entity of hell. Eredményezik a valami entitásnak a létrejött itt. Megint javasolnám, hogy tekintsünk vissza a világegyetemről, világegyetem eredetéről szóló Mirákesnek a harmadik könyvének, és abban van egy szép illusztráció, hogy a világegyetem hogy áll föl mezőkből, és a középpontból csigavonalban kiterjedő mezők bizonyos helyeken kibocsátanak magukból kisebb mezőket, és ezek a kibocsátott kisebb mezők, ezért itt rá fogok firkálni most egy kicsit, hoppá, tehát egy mező, de leválnak különböző kisebb mezők. Ugye surlódás jön létre a két párhuzamos csiga van a két párhuzamos része között, és itt bizonyos mezők leszakadnak, és ezek megint kölcsönhatásba lépnek a szomszédos mezőkkel. Ez egy olyan pont, amit nagyon meg kell érteni. Valami ilyesmiről van szó itt is. On its own, because then it does not need anything else. You've got to come from the field itself. Tehát a különböző mezők magából a mezőből jönnek létre. And by interaction of different strength of them. És majd ezeknek a mezőknek a különböző erősségeiknek a kölcsönhatásaiból lead to manifestation and addiction of the entity of hell. Jön létre a embernek a lényének a megjelenése. On its own, because then it önmagaként does not need anything else. Mert utána már nem lesz szüksége semmi másra. It creates everything it needs and absorbs everything it has. Meg tud teremteni mindent, amire szüksége van, és be tud, magába tud szívni mindent, amire szüksége van. This is what the new generation of the field transformation has to be. Ez az, ami a mező átalakulásnak az új nemzedéke kell, hogy legyen. Where you can walk onto the plate and by changing the field strength between the two plates. Ahol a két koron közé tudnak, vagy két lemez közé tudnak bemenni, besétálni, és a két korongnak a mezőinek az erősségét változtatva you create
the dynamic condition, detachment and rotation. Létrehozzák a dinamikus állapotot, a különválást és a mozgást. Elkülönülést és a mozgást. And then you get what you call interaction of the field of the fields. És amit majd ott nyernek, az a mezők mezőjének a kölcsönhatása lesz. With the interaction of the fields of the containments. És a tárolásnak a mezőjének a mezőivel való kölcsönhatás. Creates the heat. Fogja létrehozni a hőt. And would it create life? És ezzel együtt létre jön az élet. Tehát belül a mezők mezőinek a kölcsönhatása. Hozza létre a behatárolást, a mozgást, és majd a külső behatároló mezők és a belső entitásnak a mezőinek a kölcsönhatása hozza létre a sorlódással a hűt, életet. In fact, if you understand this, if gyakorlatilag, ha ezt megértik önök, brings you something very horrendously close. Valami nagyon szörnyűt fog hozni magával. The two layer of skin of the man, on the top and inner and out. Az ember bőrének a két rétege. Allows the creation and existence of the middle. Lehetővé teszi a középső rétegnek a létrejöttét és létezését. Which the interaction of the field of the middle by the two layers. Ahol a belső rétegnek a mezőjének a kölcsönhatása a két szélső réteggel. Releases energy and with it. Energiát bocsát ki, és vele együtt creates visibility and tangibility. Létrehozza a láthatóságot és a tapinthatóságot. Of the entity, which is a lénynek a láthatóságát, érinthetőségét. Ugye az embernek a külső test. Hát ezen az illusztráción van a bőrnek a felső rétege, bőrnek az alsó, belső rétege, a kettő mezőinek a kölcsönhatása hozza létre a belső réteget, és a belső rétegnek a mezőinek a kölcsönhatása a külső réteggel hozza létre az egésznek a tapinthatóságát, láthatóságát. Ismétleg dolgokat és szüneteket tartok, hogy legyen idejük átgondolni, amit hallottak. Mirákes is, hogy hosszú szüneteket tartunk azért, hogy legyen időnk fölfogni, meg átgondolni a szavakat, az elmondottakat. If you look at the structure of the skin, it's the same as the structure of the heart muscle. Ha megnézzük a bőrnek a szerkezetét, az hasonló a szívizomnak a szerkezetéhez. The same structure as tissues. Hasonló szerkezete van a szöveteknek. In the intestine and a bélrendszerben. Brain and the man. Vagy az ember agyában. Tehát ez a hármasság az mindenhol megjelenik. But with the brain of the man. De az ember agya esetében. There is a slight difference. Van egy enyhe különbség. Where interaction of the nano. Ahol.
and the GANS state, a nano és GANS állapot kölcsönhatása, and the dynamism of the fields of the soul, és a lélek mezőinek a dinamizmusa, delivers high energy, which can control itself, nagy energiát nyújt, amely képes irányítani önmagát, vezérelni önmagát, and we call it intelligence. Amit úgy hívunk, hogy intelligencia, ezt a vezérlést. Where the density is lighter, ahol a sűrűség az könnyebb, we create life and physicality. Ott hozzuk létre a testi formába való életet. Hoppá, elnézést kérek, a processzoron felforrósodott 104 Celsius fokra. Valamit kell tegyek, hogy lehűtsem most a számítógépet, különben ki fog kapcsolni egy percen belül. Próbálok programokat bezárni, kivéve a Zoom-ot. Félő, hogy meg fogunk szakadni, ha nem hűl le a processzor. 102 Celsius fok, 100 fok. 99, 101. Egy technikai okokból javaslom a mostani ülésünknek a megszakítását. Ugyancsak 2 óra telt el, és 4-et szerettem volna, de félő, hogy hamarosan kikapcsolja magát a számítógép, ezt csinálta párszor a hét. A 49. percig jutottunk el, és ettől a 49. perctől fogjuk folytatni, hogy csináljuk. Megpróbálom majd megszervezni, hogy szombaton valamelyik időpontban, szombat délután vagy este fele, mikor felelne meg jobban önöknek. Mondjuk szombat este 7-kor. Szombat este 7-kor folytatnánk egy második résszel. Mám a technika se engedi, hogy lefolytassam a tervezett előadást. Köszönöm szépen, és akkor megpróbálok közben szervizelni is, abban lehet, hogy cikkeszedni a gépet, és újra pasztázni a processzort, hogy valamit csinálni vele. Ütésen kell javítani. A legújabb frissítések óta kezdett így forrósodni. Elnézést ezért a technikai problémáért. 6 éves már a gép, már elég öregecske. Hát ez már bárkivel előfordul manapság. Értem. Köszönöm a megértésüket, köszönöm a jelenlétüket, és remélem ebben a rövid időben is, ebben a rövid időben is sikerült valamennyi elég jó nagy adag tudást szerezni. És még van még 3-szor ennyi ebbe a mai csomagba. És az most nem fér bele. Köszönöm a tippeket Ceglédi Lőrincről, amit ír, hogy mit lehet tenni még a számítógéppel. Megpróbálom megszervezni ezt a kis szervizelést valahogy a holnapi nap folyamán, hogy szombatra. Ez nekem se ártana. Csak félek szétszedni, mert utána össze is kell rakni. Mielőtt újra sürgős feladat indulna, de muszáj, ha muszáj, muszáj. Köszönöm szépen, akkor ma 2018. október 11-én csütörtökön
Lezárom most 2:09 után a Kes Alapítvány Űrhajó Intézet magyar nyelvű nyilvános oktatását. Szeretettel várom Önöket legközelebb, most rendkívüli időpontban, szombaton 19 órakor, szombat este, megszokott időpontban, de szombaton. És akkor próbáljuk bepótolni az, ami most nem fér bele. A processzor még 98 Celsius fokos, tehát még benne az űrös állapot. 90 alatt kellene, hogy működjön normálisan. A viszontlátásra további szép estét kívánok. Jó gondolkodást, kísérletezést. Jó ét. Jó ét. Viszontlátásra.